Kedves vendégek, engedjétek meg, hogy megmutassam nektek, hogy hol készülnek ezek a robotok, amiket itt megmutattam nektek. Itt van az iskola alassorában egy pinceklubunk, egy Makerspace műhelyünk, ahol az R2D2 robotunk vár bennünket. Itt van több helységünk kialakítva, itt van egy szerelő műhely a nyomtatóinknak és a 3D nyomtatónknak. Itt készülnek a 3D nyomtatott kis alkatrészek, kis figurák, egyebek. Itt van egy ilyen kis fúrófaragó kis műhelyünk. Itt van kialakítva 4 számítógépnek hely. Itt tervezzük meg egy egyszerű kis szoftverrel, amiről majd szót ejtek, a 3D nyomtatásra szánt eszközöket, és itt szoktunk a PLC-kkel is programozni. Van egy kis szerelőasztalunk, szerelőműhely részünk. Itt szoktunk mindenféle nagyobb, csavarozós, mechanikai dolgokat végrehajtani. Itt készül egy kis klubhelység rész, ahol le tudunk ülni, és akár itt 6 ember, itt meg akár 12 ember kényelmesen leül, és nyugodtan LEGO robotokat épít. Épp most készült el egy LEGO pisztoly, amivel elvileg bármit meg lehet fogni. Itt megcsináltuk a faburkolatot, a dekorációt, a gyerekekkel régi magnókazettákból készítettük még a lámpákat is. Van egy tévénk. És itt belül, itt van egy szerelőműhelyünk kialakítva, ahol 4 fő munkaállomás van kiépítve, plusz egy szerelőasztal, ahol most éppen az egyik kis megsérült robotunkon éppen majd motort fogunk cserélni. Egy ehhez hasonlót majd úgyis megmutattam nektek működés közben. És itt készülnek az áramkörök, különböző áramköri lapok, forrasztásai, mindenféle áramkört meg tudunk építeni, ami nem SMD alkatrész. Az SMD alkatrészekhez itt van egy beforrasztó és kiforrasztó állomásunk, meg hőlégfúvóval is el vagyunk látva. Nézzetek körül, így virtuálisan. Ez egy igazi eredeti Eszterházi tégla, 1913-ból ezt is beépítettük ide a falba. Van egy szamurájkardunk is, és természetesen egy szuper gitár.